Sziasztok! Az utolsó naphoz érkeztünk ennek a kihívásnak. A harmónia teremtés lesz ma a témánk. Első körben a párkapcsolatban, hiszen ugye a párkapcsolat volt most a fókuszban. Meg egy picit be vagyok rekedve, ma ilyen nagy gombóccal ébredtem. Úgyhogy elnézést, hogy kicsit reket lesz a hang. Nem tudom, valami történt itt tegnap, vagy a tegnap előtt, ki tudja. Szóval a harmónia teremtés, mint téma. Sokat gondolkodtam, hogy sűrítsem be nektek ezt egy pár percbe. Nem akarok azért órákat beszélni, bár most mindig kicsit hosszúbbra nyúltak a reggelek, de próbálok mi lényeges dolgokat mondani. A harmónia teremtést én onnan indítanám el, hogy nézzük meg, hogy ha belegondolsz a kapcsolat elején, amikor megismerkedsz a másikkal, akkor általában ez a harmónia megvan. Mi történhet menet közben, miért ez elveszik? És először innen nézném meg a dolgot, hogy mi történik, amikor egy párkapcsolat elkezd működni, akkor általában most női oldalról nézem, bocsánat, ha fiúk vagytok itt, első körben ugye magamról tudok beszélni, és hát általában a videókat azért többnyire hölgyek nézik. Szóval, hogy nagyon sokszor elvetítjük a partnerünkre a nagy rózsaszín fehér ruhás herceget, és hajlamosak vagyunk nem látni a hibáit. Mondjuk, amikor szerelmesek vagyunk, feltétlenül a férfiak is így vannak, ezt ők jobban meg tudnák mondani. Kíváncsian várom egyébként a véleményetek. Szóval, hogy van egy kép benned, hogy milyen az a férfi, és rögtön ugye valamilyen jövőképet is elképzelsz vele, ami persze nyilván elvárásokat is teremt a másik felé, de hogyha viszonzott ez a vonzalom, akkor ez nem szokott problémát okozni. Hát, ha nem annyira viszonzott, akkor természetesen igen, és amikor a másik megérzi, hogy van egyfajta elvárás ezen, akkor ő elkezd távolodni. Na, de most nem erről akarok beszélni, hiszen tegnap már beszéltünk a problémákról, hanem amikor ez a fajta rózsaszín álom egy picit elkezd mállani, kicsit kezd fölszállni a köd, akkor ugye rájössz, hogy a másiknak is vannak hibáik. Na, és innen szokott jönni a probléma, hogy ő is ember, hiszen egyáltalán nem vagyunk tökéletesek, nem vagyunk angyalok, és emiatt hajlamosak vagyunk a hibáit látni a másiknak. És ez egy nagyon nagy probléma, mert amire fókuszálsz, az elkezd növekedni. Ezt egyébként ki is próbáltad, én annól ezt úgy tanultam még, hogy az volt a házi feladat, hogy keressem a kék autókat. És amikor kimentem, akkor megszaporodtak a kék autók. Úgyhogy ez egy nagyon jó gyakorlat, egyébként próbált ki, hogy bármilyen szint elképzelsz, lehet ez kék is természetesen, és többet fogsz találni, mert hogy amire figyelmet adsz, az mindig növekszik. Na most, ha én a hibákra adok figyelmet, akkor természetesen azt fogom jobban észrevenni. Nem azt jelenti, hogy több lesz belőle, az autókból sem lesz hirtelen több, hanem a te figyelmed jobban észreveszi azt. És ugyanígy van a másikkal is, hogyha vannak, nem is hibáknak nevezném ezt, mert hiszen nem vagyunk hibásak, meg nem rosszul működőek, nem vannak gyengeségeink, mindenkinek van. És ilyenkor ugye azon van a fókusz, és egyre, tehát amikor jó dolgok történnek, azt nem veszed észre, hanem csak azt veszed észre, ami az ő hibáját alá támaszza. És akkor azt veszed észre, hogy mennyi minden problémája van, főleg, ha már összeköltöztök, ugye akkor jönnek az apró hétköznapi problémák, hogy és akkor azok, mint miért a szennyes tetejére rakja, miért nem bele, és miért hagyta erről a tányért, és miért nem most áll, stb. Tehát, hogy az egyik nagy probléma, hogy a fókuszunkat a hibákra állítjuk, és már ugye a harmónia fel is borult, hiszen gondold végig, milyen következményei lehetnek ennek. Ha mindig a hibákra figyelsz, akkor eleve van egy olyan elvárásod, hogy a másik rossz, és ő ezt érzi. És tudat alatt mindig próbálunk, akármennyire független szabad lelkek vagyunk,
ugye ha szeretünk valakit, tudat alatt próbálunk valamilyen módon megfelelni neki, és ezt most ne negatívan értsd, jó? Ha szeretnénk a szép oldalunkat mutatni, egyrészt, másrészt meg szeretnénk neki megfelelni. Hát ha van egy ilyen elvárás, akkor én próbálok ennek az elvárásnak megfelelni, vagyis egyre jobban elengedem magam, és egyre inkább én is a gyengeségeimet. Hát ha nem is megmutatom, de azok jönnek elő, tehát ez mind nem tudatos természetesen. És akkor ugye jönnek a viták, az ellentétek, a kritikák, akár a viharok, szóval, hogy ez nagyon jól tud kulminálódni, és már is ott van a probléma a kapcsolatban, hogy én a mielovat akartam, ugye, ahogy mondták őseink. Hát itt az az egyik nagy probléma, és most persze nem arról akarok beszélni, hogy húm és minden kapcsolat problémás, csak hogy nézzük meg, hogy azért a harmóniát, ha tudod, hogy miből borult föl, vagy honnan indult, szerintem az segíthet. A másik nagy probléma, és majd fogok mutatni megoldásokat, jó? Tehát ne ijedjetek meg, nem arról akarok beszélni, hogy hú, és akkor minden párkapcsolat milyen nehéz, és nem is érdemes ezek, ennek így neki indulni. A másik probléma, amit nőként belénk neveltek úgy hosszú évszázadok alatt, vagy évezredek alatt, hogy a nőnek mindig háttérbe kell szorítani a saját igényeit egy párkapcsolatban, mindig ő neki kell alkalmazkodni, neki kell gondoskodni, ami egyébként ugye természetesen ugye bennünk is van, hiszen ugye a női minőség az egy nagyon alkalmazkodó minőség, és jól is esik egyébként, szerintem mindenkünknek, aki szeret valakit, arról szívesen gondoskodik. De hát ezáltal ugye ez elbillenhet egy ilyen nagyon erős megfelelésben, egy megalázkodásba, hogy már megint kibillentheti a kapcsolatot, hiszen hogyha te nagyon alárendeled magad a másiknak mindig minden helyzetben, és nem fejezed ki az igényeidet, akkor nem lesz egyenrangú a párkapcsolat, inkább így mondom. Nem egyenrangú párkapcsolat nem tud folyamatosan működni, vagy nem lesz harmónia benne. Mert hogy nem lehet. És itt ugye ebbe a szerepbe, ha beleragadsz, akkor a másik megint tudatalat, nem tudatosan feltétlenül, de tudatalat érzékeli azt, hogy te kicsinek gondolod, vagy érzed magad, és elkezd veledeként bánni, hiszen valahogy ezt ugye az ember ki is váltja ilyenkor, hogy neki az a komfortos, ha bántják, főleg, hogyha ilyen mintákat hozott, ezt látta gyerekkorában, vagy így működtek a kapcsolatai. Hát ezekről a mintákról nagyon sok mindent lehet beszélni, és nyilván ezeket lehet oldani, és a kártyával egyébként nagyon szépen ezeket föl lehet tárni, tehát egy ilyen egyéni személyes tanácsadáson ezekben nagyon jó bele lehet nézni, és meg lehet törni ezeket a mintákat. De a lényeg, hogy itt is egy ilyen kapcsolati dinamika elindul, és aztán ez működik. Ugyanúgy, ahogy a tegnap meséltem a probléma megoldó mintákat, hát nagyon sok mintát elindítunk a kapcsolatban, nagyon sok szerepet, vagy nem is nagyon sok szerepet, hanem vannak bizonyos szerepek, amikbe belehelyezzük magunkat, és aztán ezt működtetjük. Szóval, hogy ez egy másik nagy probléma, hogy nőként túlságosan alárendelődsz, vagy hát persze férfiaknál is lehet ez. És ennek egyébként egy nagyon pozitív oka van, mert szeretnénk harmóniát, szeretnénk békét a kapcsolatban, és ez mind nagyon szép. Viszont ezért feladni a saját igényeidet, ez nem annyira jó, és természetesen nem arról van szó, hogy élharcosként kell verned az asztalt, hogy már pedig te most elmész a barátnőiddel, és ezt csináld meg, azt csinálod, hanem valahogy megtalálni ebbe az egyensúlyt. Hát ez a két nagy probléma nagyon-nagyon hosszú távon okozhat gondot. És most nem is akarom most ezt tovább folytatni, mert hiszen apróbb dolgokat is lehetne felsorolni, de én most ezt a kettőnél itt megállnék, és inkább arra helyezném a fókuszt, hogy mit is mit tehetünk, hogy a kapcsolat az harmonikus legyen. És hoztam nektek ehhez egy tarót, most a dobozát én nem hoztam ide, a háziasszony tarót. Ez egy nagyon édes taró, mert gondoltam, ne vegyük olyan komolyra a témát. Ez egy ilyen 50-es évekből hozott képi világgal működő kis csomag, kártyacsomag,
így majd meg fogjátok látni. Én most mutatni fogom, mert nem fotóztam be őket. Nagyon aranyosak, és nagyon szépen mutatják a klasszikus női, illetve férfi mintákat, és arra gondoltam, hogy ezen keresztül mutatom meg nektek, hogy mennyi mindent tehetsz, hogy az a harmónia létrejöjjön. És mindjárt kezdjük is az érme 8-as, így néz ki, és itt a hölgy éppen alkot, ugye fest egy tányért. Most ne arra gondoljatok, hogy mit jelent, egyébként az érme 8-as nyilván valami fajta új képesség elsajátítása, akár azt is meg lehet oldani, de én itt most ezt a kreatív alkotói minőséget emelném ki, mert hogy nagyon sokszor elnyomod az igényeidet, majd nagyon a párkapcsolatra fókuszálsz, akkor érezheti a másik az, hogy túl sok vagy. Na most, ha megtaláld a saját teredet, és így kicsit úgy próbálsz önmagaddal harmóniába kerülni, akkor ugye könnyebb lesz a párkapcsolatban is a harmónia, hiszen mindig belőlünk indul ki minden. Ha benned rend van, ha benned béke van, akkor ez kisugárzik, és kívül is könnyebb lesz létrehozni. Bocsánat, meg nagyon rekedek már megint be. Szóval, hogy valamilyen alkotói tevékenység nagyon sokat segíthet, ahol egy kicsit flow-ba tudsz kerülni. Jó, tehát ez az első, amit így mutatnék. A második, itt a remete kártya, ami egy egészen más ábrázolás, mint hogy megszokhattad a kártyákon. Hát habfürdőt vesz a hölgy. És mit jelent ez a mai világban? Hát nyilván egyszerűen azt is, hogy menj el wellnessezni, de hát nem mindig tudjuk ezt megoldani, tehát egyébként egy nyugtató kádfürdő tényleg nagyon sokat segít, mert a mai világban egyébként nagyon a zuhanyra terelődött a hangsúly, és maga a meleg víz, tudom, ez ilyen fura hangzik most itt ebben az előadásban, mert kineziógusként ezért én tanultam ezeket a dolgokat, maga a meleg víz nagyon jól oldja a stresszt az izmokból. És miután ma már nem nagyon fürödnek az emberek, mert rohanás van, így ezek a dolgok nem oldódnak így minden este, mint ahogy régen beült az ember egy kád forró vízbe, negyed órát ott feküdt benne, jól ellazult, ez ma már nincs így, pedig egyébként nagyon sokat segítene a testnek, tehát ha van rá lehetőséget, akkor én visszahoznám hetente legalább egyszer, és természetesen ugye otthon is csinálhatsz egy ilyen harmonikus környezetet. A lényeg, hogy mind fizikailag, mind érzelmileg nagyon jót tesz, hiszen nőként egyébként a víz a saját elemünk, és a vízzel való találkozás alapba jót tesz nekünk nőknek. Tehát, hogyha tudsz így kikapcsolódni, feltöltődni, ez egy egyszerű otthon elvégezhető dolog, nem kell hozzá igazán semmi. Ha megoldható, nyilván nem csak zuhanyzó kabinod van, akkor érdemes. Tehát ez is egy olyan dolog, amit megoldhatsz. A következő is egy nagyon egyszerű, itt a holdlapon egy hölgy alszik. Mert hogy egyébként ugye a hold az álmainkról is szól, meg a belső képeinkről. Hát az alvás az egy nehéz téma, tudom, manapság, hiszen nagyon nehezen tudunk ellazulni, és nagyon nem a természet idejére vagyunk ráhangolva, tehát már nem akkor fekszünk, amikor sötétedik nyilván. De hogy maga az alvás nagyon fontos, tehát hogy nagyon érdemes azért, ha meg tudod adni a testednek a pihenést, az alvásra is fókuszálni. Ha megy, nyilván, hál' Istennek, ugye most már nagyon sok megoldás van arra, hogy az ember ezt visszahozza. Én most ebben nem is mennék bele, csak hogy tényleg figyelj arra, hogy igenis a testnek, ha nem adod meg a pihenést, akkor sokkal feszültebb leszel a párkapcsolatodban, és tényleg, amikor magaddal kezded ezt a harmónia teremtést, akkor meg fogod látni, hogy igenis ez meg fog jelenni a párkapcsolatban. Tehát nem véletlenül hozom ezeket a képeket. Hát gondold végig, amikor nem alszol, eleve úgy kezd, hogy tök feszült vagy, és milyen az, amikor kialszod magad, akkor sokkal nyugodtabb vagy, más a tűrő képességet határa. Na, a következő a kehely lovagunk, ami ugye a romantikáról szól, itt
pezsgőtönt a férfiú, és hát azokat a témákat hozza be, ami a kapcsolat elején megvan, ugye a romantikus élmények, romantikus együttlétek a párunkkal, ezek idővel valahogy elkopnak, és nagyon sokszor nem is jut eszünkbe ezeket föléleszteni, pedig nagyon jó néha belecsempészni a hétköznapokba, akár egy ilyen étterembe való beülést, vagy akár csak tényleg egy pezsgőbontást, tehát valamilyen romantikus dolgot, vagy élményeket gyűjteni. Ez bármi lehet, olyan, amit esetleg a kapcsolat elején csináltatok, csak most valahogy ez eltűnt. Tehát a romantikus pillanatok. Jó, és ez rád bízom, hogy mi az, és itt most nem arra szólítalak föl, hogy menj haza, és a párodnak mondd el, hogy de azt mondták, hogy romantikázni kell. Jó, tehát, hogy ne vádold meg, nem próbálj meg te is keresni olyan élményeket, ami neked romantikus, és találjatok olyat, ami mind a kettőtöknek jó. Jó, akkor menjünk tovább. A következő a csillag, és ez egy nagyon-nagyon érdekes ábrázolás, mert hogy itt az ő általa elkészített pizzával valamilyen díjat nyer. Ugye itt ezek a kis szalagocskák az elismerést jelképezik, és amikor csillogsz, ugye te vagy a sztár, és itt az elismerést emelném ki. Nagyon sokszor a párkapcsolatban mi nők azt gondoljuk, azt várjuk, hogy a másik ismerje el a mi érdemeinket, tiszteljen meg, becsüljön minket. De vajon ezt te megadod-e magadnak? És milyen témában, milyen helyzetekben ismerhetnéd el magad, vagy milyen dolgokért, amit megtettél, vagy akár nem tettél meg, hiszen az is elismerésre méltó, mondjuk tudtál nemet mondani egy olyan kényszerre, ami neked nem volt jó. Tehát mindenképpen érdemes gyűjteni olyan dolgokat, amikért elismerheted magadat, és ezáltal egy pici önbizalmat össze tudsz szedni. És tényleg itt egész egyszerű helyzetekre is gondolhattok, tehát akár mondom egy nemet mondásra, ami nekünk nőként egy nagyon nehéz feladat, de akár arra is, hogy most én elmentem és vettem egy forró fürdőt. Jó, tehát, hogy így ne így nagy dolgokban, mert általában ugye, amikor elismerésre gondolunk, mindig ilyen nagy végeredményekben gondolkodunk. Nem erről van szó. Azok is nagyon jók, de hát amikor sikert aratsz mondjuk a munkába, az nagyon hosszú évek gyümölcse. És nem kell mindig arra várni, hogy 3-5 év alatt elérj valamit, vagy akár egy év alatt, hanem igenis napi szinten is vannak dolgok, akár az, hogy na, ma is megcsáltam a gyerek uzsonnáját, ma is időben elindult, ez is az én érdemem úgymond, hiszen miért ne ismerhetném el, hogy én tudok működtetni egy családot is akár. Jó, tehát, hogy próbáljátok meg az élet hétköznapjaiban meglátni azt, ami igenis a te érdemed. Nagyon fontos, hogy érdemesnek érezd magad, akár a saját szemedbe, akár a másikéba is, és hát könnyebb azzal elindulni, hogy saját magadat elismered, hiszen nem kényszerítheted a másikat arra, hogy megbecsüljön téged, hogy te sem becsülöd magad. Arról nem is beszél, vagy ha nem becsülöd magad, nem fogod elhinni a másiktól, ezáltal nem tudod befogadni, és emiatt a másik egy idő után le is szokik róla. Szóval, hogy magunkkal érdemes kezdeni. Aztán, hát itt a szeretőket hoztam, itt is a közös élmények vannak a fókuszba, ugye itt együtt autóznak, most csak így röviden mondom, mert aztán megy az idő a kehely 10-nél, ugye itt közös élmények barátokkal, családdal, az a lényeg, hogy a szeretteid körébe egy kicsit kikapcsolódsz. Aztán itt az érme 3-asnál is a hölgynek a kreatív oldala van kifejezve, amikor megoldasz dolgokat. És ez is nagyon jó, mert vannak olyan nők, akik nagyon szeretnek akár ilyen egyszerű dolgokat otthon megjavítani, mert nagyon ügyesek és nagyon jó érzés nekik ezeket megcsinálni. Aztán még itt a többi az már nem ide tartozik. Szóval ezeket így röviden, és nyilván ezt még lehetne folytatni,
A lényeg, és még egyszer mondom, hogy belül kezd el a harmóniateremtést, mert ha benned rend van, akkor kívül sokkal könnyebb ezt létrehozni. Na de azért, hogy itt ne álljunk meg, mégiscsak hoztam nektek azért kirakást is, hogy mi mindent tehetsz, hogy a párkapcsolatban harmónia legyen, erre fogok most 3 lapot húzni, hogy az mégis egy kis segítség lehet. Maradunk még ennél a kártyánál. Szerintem nagyon kifejező. Na, akkor húzok 3 lapot, ami segít abban, hogy a párkapcsolatodban harmónia legyen. És akkor mindjárt mutatom is. Az egyik a kehely 3-as. Itt a gyermek az talán inkább szimbolikus. Nyilván persze azt is jelenti, hogy a családdal együtt jól érzed magad, de itt nem csak a családról van szó, hanem minden olyan helyzetről, ahol önfeledten tudsz érzelmileg megnyilvánulni. Hú, ezt most nagyon komolyan mondtam. Szóval az önfeledtség, jó? Tehát olyan helyzetek, ahol jól érzed magad, ezek általában baráti társaságok, tehát, hogy mert 3 pohár van, ugye ez kapcsolatokat jelez ez a kártya, tehát, hogy mindenképpen több emberrel legyél együtt, tehát valami fajta társasági élet, az most nagyon sokat segítene, mert kellenek a közös élmények, kell az önfeledtség a kapcsolatban. Jó, tehát ez az első, a kehely 3-as. A következő, a bolond. A bolond ugye, hát itt elindul az ismeretlenbe. Igazából, hát az, hogy a háztető lép, de a semmibe, ez mindenképpen olyan helyzetet mutat, ami váratlan, és nem egy járt út. Tehát olyan élményeket csinálni a pároddal, ami nem a megszokott, kilépni a keretekből. Most első körben a bolond utazást jelent, mert nem mindig mindenkinek van erre lehetősége, vagy akár anyagi háttere. És emiatt ugye nagyon sokszor így be is fordulunk, mert az ember ilyenkor ugye inkább a hiányokra fókuszál, de higgyétek el, hogy meg lehet találni olyan élményeket, ami nem feltétlenül olyan anyagi háttérrel működhet, ami nagyon pozitív. Tehát, hogy próbáljátok meg olyat, ami nem a megszokott, ez az egyik, amit meg tudtok oldani, tehát nem az a lényeg, hogy most mindent elkölts, főleg nem így év végén. És mind a kettőnek örömöt ad. Tehát, hogy én mindenképpen valami mást. Egyébként most eszembe jutott, egyszer volt, hát nem is tudom, 1 éve talán, vagy másfél. A férjem talált ilyen 4D-s videókat a YouTube-on. Én még előtte, nem 4D-s, bocsánat, 7K-s, azt hiszem 7 vagy 8K-s valahogy így. Ezek ilyen nagyon-nagyon jó minőségű képek, és már mondt így simán monitoron is ilyen nagyon-nagyon különleges élmény, és azt csináltuk, képzétek el, hát virtuálisan utaztuk, hogy elmentünk különböző tengerpartokra, mert hogy rengeteg ilyen videó volt fönt, és akkor mondtam, hogy fú, most nézzük meg ezt, most nézzük meg azt. Hihetetlen élmény volt, találtam olyan videót is, ami 20-30 perces volt, és itt tényleg végigvezetett a kamera, akár a tengerparton, akár voltunk barlangászni. Nagyon-nagyon izgi volt, és órákig ott voltunk a képernyő előtt, egy ilyen nagy monitor, és hát most ez nem olyan nagy dolog, tudom, mert van, aki így simán elutazik, így fizikailag is. Ezt csak azért mondtam, hogy néha egyszerű dolgokban is meg lehet találni ám azt a különleges élményt. Úgyhogy próbáljatok ezen gondolkodni, hogy hogy lehetne valami más csinálni, mint amit eddig csináltatok. És az utolsó, az az érme 7-es, ahol itt a hölgy ugye öntözi a virágokat, ami ugye már termőre fordult. Hát egyszerűen lehetne mondani, hogy kertészkedés, de hát nem mindenki kertészkedik, és nem is mindenkinek van rá lehetősége. Az érme 7-esnél mindig van előtte, hiszen ugye ez egy folyamat, van az érme 7-esbe, amikor ugye elölteted a virágot, és azok kinőnek. Tehát itt most arra gondolok, hogy gondold végig, hogy mik azok a dolgok, amiket az életedben elkezdtél valamikor, mi az, amit még gondozni kell, és nem sokára eredménye lesz. Úgyhogy próbáld meg ezeket a dolgokat végig vizsgálni,
hogy mit tehetsz még érte, illetve hogyha már megtettél mindent, akkor vedd le róla az energiát. Nagyon sokszor azért nincsenek eredmények az életünkben, mert túltoljuk, és nem várjuk meg, amíg a dolgok beérnek. Hát hiszen mindennek van egy ritmusa, ugye valami elindul, utána növekszik, és beérik. És hogyha mi a beérésbe belenyúlunk, akkor ott nem lesznek meg azok az eredmények, amiket szeretnénk. Tehát, hogy erre is tanít az érme hetes, hogy várd ki a dolgok végét, illetve nézd végig, hogy mi mindent tettél meg, akár ugye saját életed dolgaiba, akár a párkapcsolatban, illetve ha már ugye itt öntözés van, akkor azért ne menjünk el az mellett, hogy az is egy víz, és a víz az szimbolikusan a női energiát jelenti. Tehát, hogy érzelmeket adunk ennek a táptalajnak, ezeknek a virágoknak, tehát valahogy próbáljuk kifejezni az érzéseinket. Hát nem feltétlenül arról van szó, hogy itt ilyen nagy gesztusokat tegyél, hanem egyszerűen csak, hogyha te érzed, hogy szereted a másikat, akkor a másik ezt érezni fogja. Ilyen egyszerű. És hát természetesen azért a klasszikus minősége ennek a lapnak az, hogy tényleg hagyjuk, hogy a dolgok változzanak a maguk tempójukban. Nagyon türelmetlenek szoktunk lenni, amikor a másik nem úgy és olyan tempóba változik, ahogy mi. De hát ezt az elején is tudod és észrevetted, hogy más esetleg a párod, mint te, hiszen általában azért más minőséget választunk, mint saját magunk, hiszen pont ettől fejlődünk. És hogyha elfogadod, hogy a más tempóba dönt, ő más, hogy kezdi el a dolgokat, máshogy viszi véghez, akkor sokkal több harmónia lehet a kapcsolatban. Tehát itt egymás ritmusának elfogadása is sokat segíthet. És az, hogy ebből hogy lesznek eredmények, ezt is érdemes kivárni, és addig csak figyelni, és derűsen, optimisten várakozni arra, hogy minden a megfelelő időben megtörténik. Szóval, hogy az elfogadásokat segít. Na hát azt hiszem, hogy most több oldalról megvilágítottam ezt a három lapot. Bármelyikkel lehet kezdeni. Nyilván itt most nem arról van szó, hogy mindegyiket rögtön csináld meg. Amelyik szimpatikus volt, amelyiknél úgy érzed, hogy nem olyan nehéz ezt megvalósítani, még ha nem is csináltam eddig, azzal érdemes elkezdeni. Hát ennyi volt a 4 nap, remélem, hogy tudtam segíteni új nézőpontokkal. Ha szeretnél egyébként egyéni tanácsadást, akkor bármikor meg tudsz találni, és akár online formában is, a Facebook oldalon is, vagy a weboldalon is megtaláld az elérhetőségem. És amint mondtam, ugye be lehet menni mélyebben is ugye ezekben a mintákban, vagy akár ugye abban, hogy tudj egyensúlyt teremteni, tehát nem csak a jóslásra használható a tarókártya, hanem bizony talán láttátok, hogy hát remélem sikerült átadni, hogy azért ez sokkal több mindenre jó. Na, és akkor ezzel be is fejezem. Hát kérdést nem látok, úgyhogy el is köszönök. Remélem, hogy hamarosan találkozunk, így élő videóba is majd, hát most nem az ünnepek előtt, hanem majd szerintem a 2 ünnep között még jövök, és jövőre is tervezem, hogy lesz rendszeresen élő videó. Nagyon szép ünnepeket, békét és harmóniát nektek, és élvezzétek egy kicsit a szabadságot. Sziasztok!